A kiállítás példaértékűen reprezentálja a kortárs képzőművészet és a kortárs kísérleti tendenciák irányvonalait, a digitális eszközök használatával mutatja meg a valóságot. A digitális agoda sorozat harmadik kiállításán az eddigieknél lényegesen több alkotást tekinthettek meg a látogatók, mely jelezte egyrészt a szekszárdi rendezvény nemzetközi elismertségét, másrészt a technika modern vívmányainak népszerűségét a képzőművészetben. A digitális agoda kiállítás előzménye a 6 esztendőn keresztül futó színes nyomat kiállítás volt, mely kijelölt egy utat az utána következő, a digitális világ eszközeit az alkotás folyamatába bekapcsolók számára. A 19. században azért már feltalálták a fényképezést és feltalálták a filmet, egy egészen más technikai eszközzel futotta be azt a küldetését, amely számára adatott egészen a 20. század vége feléig. A 21. századnak a digitális technika az eszközrendszere. De ez éppenséggel csak ez egy eszközrendszer, ami tulajdonképpen, ugye említettem a megnyitó beszédemben, a homo technicus, a fejlődő, a technikai fejlődést használó, a mindennapjaiban kamatoztató ember, hiszen már digitális órák, okos órák és telefonok és okos otthonok veszik körül az embereknek a mindennapi életvilágát, de ezek csak lényegében eszközök, technológiai eszközök. Tehát addig, amíg azelőtt csak festeni lehetett képet, most már lehet a digitális eszközökkel. Ember mindig megtalálja azt az eszközt, amivel a legjobban, a legkorszerűbben fejezheti ki magát. Láttuk, hogy az elmúlt több ezer évben a művészet mindig megtalálta a módját annak, hogy valamilyen formában, valamilyen eszközhasználattal, de visszatükrözze azt a világot, amelyben élünk. Azt hiszem, hogy a digitális technika ugyanilyen eszköz, egy lehetőség, olyan, mint a vésű, a kalapács, az ecset, vagy akár a korábbi film vagy nyomdatechnikák, egy sokkal korszerűbb módon, a kor kihívásainak megfelelően, de lényegében az emberről szól, nem is szólhat másról, hiszen az alkotó ember, homo ludens, mindig is tükröt tart annak a valóságnak, amiben él. 1984-ben jelent meg az a számítógép, amely alkalmas volt arra, hogy a segítségével képzőművészeti vagy tipográfiai alkotások készüljenek. Mindez akkor óriási ugrás volt a grafikai művészet világába. Olyan képalkotásra adott módot, amit azelőtt csak manuálisan lehetett véghez vinni. Van, ahol jobban, erősebben a technika szerepet kap, de ahol, ha csak technikáról szól, azt nem hívjuk művészetnek. Még én nagyon kommunikációnak se nevezném, ugye a művészet is egy kommunikáció, egy sajátos kommunikáció. Itt említettem a megnyitóban, hogy a szabadság nagy betűkkel. Azért a művészet erről szól. Ha ural minket az eszköz, akkor abból nem lehet igazán mély emberi. Azért ez olyan, mint egy vers. Nagyon személyes dolgok. Alapvetően a művészet. Talán ami ugye ezeknél a műveknél, ezek a technikailag aránylag gyorsan elkészíthetők. Most persze ez sem érték adó, hogy most gyorsan vagy lassan, de mégis van egy ilyen instant jellege. Én azt gondolom, hogy akkor tud ez igazán adekvát, igazán valódi lenni, most művészeti értelemben, igazán olyan dolgokról szólni, ami egyrészt egy egyénnek a szubjektumán átszűr, de mégis valahol mindenki más számára is érdekes lehet, mert ha nem érdekes, akkor ugye megint ez a kommunikáció, tehát akkor lehet, hogyha ez csak megmarad egy eszköz, egy olyan eszköz, aminek megvannak a lehetősége, amit megismer a művész, amit jó értelemben vett, kihasznál, kialakítja, sokszor ezek évtizedek munkája, hogy látok egy képet, de ez mögött ott van mondjuk 20 év. Tehát, hogy azt a sajátos nyelvet, mert ez is egy nyelv, ugye mondtam, hogy kommunikáció, amivel ő tényleg hitelesen tud a közönséghez szólni. Nem kell fetisizálni a technikát, mondja Gyenes Zsolt.
Egy a lényeg, hogy a technika ne uralkodhasson az ember felett. Nagyon sok grafikus programot meg lehet már venni számítógépeken. Mégsem ugyanolyan produktumot hoz létre az, aki tulajdonképpen alulképzetten használja ezt a programot. A mindennapi életben persze nagyon praktikus, ha van ilyen, de lényegében azért a grafikus művészek, a tervező grafikusok művészeknek a kenyerét nem tudja elvenni, hiszen ehhez azért kell az a fajta látásmód, az a fajta gondolkodásmód, a technikának a professzionális alkalmazása, és itt a professzionális szeretném aláhúzni. Tehát azt gondolom, hogy a technika az csak egy dolog. Az, hogy hogyan használjuk, az a savoir-faire az, ami lényegében meghatározza majd a műalkotást. És ettől tud ugyanolyan, hogy érvényes eszköz lenni a digitális technika, mint ahogy a véső vagy a kalapács, mert lehet vésővel, kalapáccsal dolgozni mondjuk egy betűvésőnek, és nem lesz belőle Michelangelo. Elhangzott ugye kiállítás megnyitón is, hogy ez a harmadik alkalom, hogy a Nemzetközi Digitális Triennálé Szekszárdnak újra egy olyan elismertséget hoz. Olyan művek és olyan technikák jelenhetnek meg, ami azt gondolom egyedülálló. Egész Dél-Dunántúlon vagy országosan is ez egy fantasztikus és kiemelt esemény a művészetnek. Korábbi években, aki emlékszik rá talán, ez a szüreti napoknak egy nagyon fontos társrendezvénye volt, hiszen akkor ugye több tízezer ember itt tartózkodik városunkban, a művészvilág jelentős alakjai is megfordulnak. Én azt gondolom, hogy újraindulhatott a művészetek házának is az élete, újraindulhattak ezek a fantasztikus kiállítások. Nagyon fontos lenne a város szempontjából is, hogy ezt megőrizzük a jövőnek, a város hírnevét, művészet iránti elkötelezettségét nagyon nagyban segítik az ilyen rendezvények, és amennyiben jövőre újra visszatérhet minden a rendes kerékvágásába, és számos nagyszabású fesztiválnak adhatunk otthon, ez a digitális Agora Triennálé, ez a kiállítás egy nagyon magas színvonalú és jó hírnevet hozható rendezvény maradhat a szekszárdiak számára is.